A természet szépsége és az emberi arcok sokszínűsége köszön vissza a kiállítóterem falairól. Mindkét alkotóról elmondható, életük későbbi szakaszában találták meg igazán a művészetet, mint önkifejezési formát. Mostani kiállításuknak előélete is volt, amiről Basné Székely Sára mesél. Kaptunk mi egy meghívást a Magháztól, hogy jöjjünk egy gyerekfoglalkozást tartani. És hát természetesen ingem hívtak, és hát kellett mellém valaki, hogy az együnk fest, másunk rajzol. És mindjárt a percire gondoltam, mert ő nagyon szeret a gyerekeket ugyanúgy, mint én. Nagyon jó rajzol, gondoltam én majd öntök a gyerekekkel, Berci pedig rajzol. És hát nagyon boldog volt, hogy a Berci igent mondott rá. És akkor hát mondanom se kell, hogy mi nem akartunk semmiféle anyagi juttatást kérni ezért a gyerekeknek a tulajdonképpen játszottunk velük. Így hát a játékért cserébe jött a kiállítás lehetősége. Sára azt mondja, nagyon fontos, hogy a természet visszakerüljön az emberi figyelem középpontjába, ezért is készít ilyen tárgyú képeket. A természetet be kellene lopni a szűk környezetébe az embereknek, ez az elsődleges, mert hogy ha dolgoznak 10 órát nap, akkor nagyon ritkán jut ki, de hát örüljünk, hogyha elmennek sportolni, és akkor egy kicsikét látják a természetet, vagy egyáltalán tudnak az akkor. Én azt gondolom, hogy elsősorban a természetet kellene visszahozni. Szabó Bertalan családi indításra fogott ceruzát, miután nyugdíjba vonult. Arról mesélt, egész életében megnézett minden emberi arcot, és figyelte a vonásokat. Ezek köszönnek vissza a mai rajzokon. Van, amikor több személynek a vonásait, de csak pici nüansznyi, akár a szemen, akár a szájon átviszem a korábbi élményeimből. Ezek úgymond gyerekkori rossz szokásom, emiatt elég sokszor megbillentették a fejemet a szüleim, mert én mindig belebámultam az emberek képébe, és megkérdezték, hogy miért csinálom ezt, mert ez illetlen, nagyon csúnya dolog belenézni az emberek képébe. Hát én erről mostanáig sem szoktam le. Én mindig alaposan szeretem megnézni az embereket, a szépségüket, a csúnyaságukat, amiben van ugyanúgy szépség, és ezeket aztán átviszem egy-egy portréba. A legjellemzőbb és az érzelmeket legjobban megjeleníteni a szem, a száj zúg, az orr nagyon sokat kifejez, amikor ez a hármas, a szemek és a száj, orr hogy együtt van, és elforgatom félig, esetleg szemből, azt kevésbé szoktam, az nagyon egyszerű szemből lerajzolni valakit, de mikor már egy picit oldalra fordítok, meg egy kicsit lefelé vagy fölfelé nézek, teljesen mást fog sugallni ez a kép. Nekem ezek az öntött képek a szívem csücskei, mert ezek nagyon egyediek. Tehát tulajdonképpen van egy a fejemben egy téma, amit én szeretnék megönteni, tudom, hogy azok miből állnak össze, tehát hogy egy naplementét, ha megnézel, akkor milyen színeket hordoz magával, és akkor természetesen azt, mikor összeöntöd egy pohárba, aztán szét ráöntöd a lemezre, és akkor majd meglátod, hogy mi lesz belőle, és tudod irányítani azzal, hogy mozgatod, vagy játszol a lemezzel, és akkor kijön neked egy ilyen kép, és egyetlen egyszer van ilyen lehetőség. Többször soha vissza nem térő ez a lehetőség. Tehát ez benne a különleges és egyedi. Van, amikor egy élő embert, tehát ismert embert veszek alapul, aki nem úgy néz ki, és nem azt csinálja, amit én megrajzolok, hanem a fejemben benne van, hogy például itt van egy kép, amelyik Tolnai Klári az alapja, de nem így volt ő azon a képen. Tehát nem volt ez az elmerengő, gondolataiba merülő személy, és ez egyrészt azzal, hogy megtámasztottam a kezével a fejét, és lefelé néz, ez alapvetően sugallja azt, hogy valamint töpreng, elmereng. Egy olyan kulturális rendezvényt szerettünk volna létrehozni, amely mindenki számára különleges, mondták. Úgy alakítottuk ki a tárlatot, hogy legyen idő megállni és elgondolkodni a látottakon. Reméljük, sikerrel jártunk, tették hozzá az alkalmat.